Sziasztok srácok, ide kellett hoznom egy zsebkendőt, mert tagadhatatlan, hogy az előző videóban annyira feljöttek ezek a rossz emlékek, rossz élmények, hogy elcsuklott a hangom a végére, és messze nem érzem magam jól és nyugodtnak. Viszont fontos, hogy erről is halljatok, úgyhogy nézzétek vissza, lemaradhatok az előző videóról. És akkor part 2. Folytassuk, srácok. Ugye múltkor én felhoztam egy fizikális bántalmazásos dolgot, de amúgy több is volt. Még eszembe jutott olyan is, hogy tesi óra előtt valaki nagyon szájalt velem, és mondtam neki, hogy ezt ne csinálja, hanem vegyem vissza. Odaszóltam neki, és a karórájával így belecsapott a számba, és nem kell mondani, hogy mennyire folyt a vér belőle. És utána igazgató és a többi, de hát ott nyilván a hibás az nem én voltam. Volt, amikor igen, nem álszenteskedek, volt, amikor én voltam a hibás, és volt, amikor én voltam, hogy beálltam majdnem valaki mellé bántani a gyengébbet, mert valahogy próbáltam kitörni abból a kategóriából, amiben voltam, de hát ez nem sikerült. Aztán jöttek a középiskolás évek, gimnázium. Első év nagyon nyugi, nagyon chill, mindenki ismerkedik az új emberekkel, akikkel egy helyről jöttem, sajnos olyanok jöttek át, főleg akikkel nem voltam annyira jó viszonyban. Ez azért az én beilleszkedésemet hátráltatta, mert ők nem ismerték az igazi Dévet, nem ismertek engem. Láttak egy felszínt, ami messze nem az volt, aki én vagyok, csak az volt, akit megmutatok az iskolába, hogy ez még ott elmegy kategória. És akkor emlékszek, ami ilyen fájdalmas dolog volt, az a rivalizálás is például, az sem mindig tesz jót az embernek. Nagyon szerettem verseket írni, tudtam is, és volt is hozzá tehetségem, sőt elvileg a mai napig van, csak le kéne ülnöm írni. De volt egy másik srác, aki tény, hogy szerintem jobban tudott verset írni, mint én, és neki volt az a költőies kisugárzása, tehát az, hogy mondjam nektek, a művész lélek ránézte, és akkor nem a lúzát láttad, hanem a művész urat, de hogy gyakorlatilag volt is egy olyan projektünk a Gólya héten, vagy Gólya napon, hogy kiválasztottak minket, hogy mi tudunk verset írni, akkor dolgozzunk össze. Na most, elképzeltitek a srác mennyire örült neki, hogy idézőjelesen az osztály lúzerjét megkapja ő, akinek van egy mérce, ami alá nem megy barátkozás szinten. Attól függetlenül egy nagyon jó verset dobtunk össze, de gyakorlatilag végigérződött az a lenézés, az a miért kell, az a miért, de hogy sokkal jobb nálam, és ezt éreztette is. Utána sajnos hetekben is ez nagyon sokszor visszaköszönt, és az évek folyamán én szó szerint megutáltam a srácot, mert hiába voltam valamiben jó, mindig jobb volt, és ez nem versengés volt köztünk, nem egy egészséges verseny, hanem inkább egy fájdalmas, direkt lenézős dolog, és ez nagyon nem tett jót az én egómnak akkor. Közben történtek nehéz szituációk, a szüleim elváltak, ott én összeomlottam, volt is olyan, amire nem tudtam készülni óra, meg is mondtam a tanárnőnek, hogy én ezt a házi feladatot nem vagyok hajlandó megcsinálni, mert olyan dolgokról kellett volna írnom, ami nekem annyira fájt, hogy megmondtam, hogy írjon be akár 3 darab egyest, engem az se érdekel, és nem fogom megcsinálni. Utána elhívott külön óra után, és megkérdezte, hogy miért csinálom ezt, és elmondtam neki, hogy mi történt, hogy elváltak a szüleim, mellette még piszkálnak az osztálytársaim is, és most akkor most mit csináljak, mit tegyek? És egyébként itt ki kell emelnem a magyar tanáromat és a történelem tanáromat, aki az osztályfőnökön volt, hogy ők mindig lelkileg mellettem voltak, és mindig számíthattam rájuk, és ők motiváltak nagyon, és nem véletlen a kedvenc tantárgyaim a humán tárgyak voltak, és amúgy ötös is voltam belőlük jó sokáig. De hogy visszatérve a témára, sajnos benne van az emberekben az, hogy alapvetően vagy úgy próbál érvényesülni, hogy bánt valakit és bántalmazóvá válik, vagy pedig úgy próbál érvényesülni, hogy csak beáll a csapatba, hogy ne nézzék ki, ezért ő is bántani fogja azt, akit bántanak, mert alapvetően kiállna amellé, akit bántanak, hisz akkor őt is bántani fogják, és amíg ez a szemlélet működik, addig itt nem lesz megoldás, srácok. Tehát, hogyha mondjuk 20-an ráálltok 3-4 gyerekre, az a 3-4 gyerek lelkileg úgy összetörik, hogy lehet, hogy utána felnőtt koráig benne maradnak tüskék és fájdalmak, lássátok az én példámat. Nem is nagyon szoktunk ilyenekről beszélni élő adásokba sem, ezen gondolkoztam, mielőtt leültem ezt a videót felvenni,
meg hát nem is tudhatjátok rólam azt, hogy én mennyire kiközösített diák voltam. Utána lett nagyon nagy az egóm és a pofám, és lenéztem mindenkit, és igen, majd én elérek dolgokat, én leszek az, aki majd eléri azt, amit ők nem. De ez nem jó mentalitás, ennek meg is ittam a levét utána, amikor továbbmentem egyetemre. Ott akkora arcom volt, hogy abból lefaragni a Szianának köszönhetem gyakorlatilag, hogy lejjebb ment az arcom, és utána nyilván nektek is, mert azért az elmúlt 5 évben nagyon sokat fejlődtem személyiségileg, és hogyha nem látom a ti példátokat, ha nem látlak titeket, ha nem kommunikálunk, ha nem írunk, ha nem találkozunk személyesen találkozókon, lehet, hogy nem ilyen ember lennék, mint mit lehet, biztos, hogy nem ilyen ember lennék, mint most. Jelenleg is, felnőttként is küzdünk ezzel, tehát nem mondhatnám azt, hogy a felnőttek élete csak játék és mese, mert munkahelyen mindenhol lesz egy olyan ember, akinek nem vagy szimpatikus, aki lenéz téged, aki jobb nálad, aki jobbnak akar látszani, mint te, és hiába teszel bele mindent, lesz, aki neki fog hinni. Sajnos ez ilyen, viszont ilyenkor kell azt, hogy találni kell egy olyan pontot, ami segíthet neked. Nekem a legnagyobb mencsváram nem kérdés, hogy a feleségem, mert ő annyira hisz bennem és szeret és támogat, hogy ennél többet nem is kívánhatok. Utána nyilván anyukám és a nagyszüleim, és nyilván utána jönnek a barátaim. Nem sok barátom van, nagyon sok felszínes látszat haverom van, és nagyon sok felszínes barátság van videózás téren, de akikhez bármikor fordulhatok, az 2-3 személy, akiket szoktam is hangsúlyozni live-okba, nekik is nagyon hálás vagyok, hogyha látják, akkor akinek ingje vegye magára, tudni fogja szerintem, hogy kire gondolok, kikre gondolok, akik tényleg igaz barátaim. És bár diákként arra ment sokszor az ember, hogy minél több barátja legyen, nem kell. Elég, ha 1-2 bizalmas ember találsz, akivel tényleg megbízhatsz, és nem árul el, és melletted lesz, amikor szarba vagy, nem pedig csak amikor jóba. És ha bántanak lelkileg, akkor is melletted áll, ha hülyeséget csinálsz, melletted áll, és hát igen. Személy szerint én lelkileg annyira összetörve lettem, hogy végére senki nem állt mellettem. Depressziósan voltam otthon, az iskolában is. Ültem, tanultam, és amint hazaértem, egyből metineztem. De miért? A metin volt az a hely, ahol nem bántottak, ahol elfogadtak olyannak, amilyen vagyok. Értsétek úgy, hogy mi, akikkel játszottunk, beszélő viszonyban voltunk ország szinte több helyen, személyesen is találkoztunk, és tényleg ott nem az érdekelte, hogy te ki vagy az osztályban, te egy loser vagy, téged nem szeretnek, csak elfogadott olyannak, amilyen vagy, és én ezt érzem az online közösségekben, ezt érzem a saját nézőim és köztem, hogy én is elfogadlak titeket, nem érdekel, hogy most utolsó loser vagy pedig te vagy az osztály kitűnő pedáns tanulója, én ugyanúgy szeretlek téged akkor is, hogyha ha 3 darab 2-es hozol haza és 1 5-ös, vagy ha 8 darab 5-ös, tehát hogy tényleg az online tér az, ami veszélyes is egyben, de jó is. És ahol hálásan köszönöm, hogy bennem is megbíztok, srácok, viszont nagyon sokszor mondtam, hogy van az a szituáció, amikor én, mint videós, nem tudok segíteni, de irányt tudok mutatni, hogy a szüleitekhez forduljatok hozzá, és bizalommal mondjátok el, ha titeket is bántanak. Az online térnek a nehézségei és előnyei videó következő, amit szeretnék felvenni ezzel a témával kapcsolatban. Írjátok meg kommentben, ez már a második ilyen videó, vagy harmadik, ahol kicsit mélyebb tartalmakra is megyünk, sztorizgatások mellett, bocsánat, mint láthatjátok egyébként, úgyhogy szeretnétek-e még hasonló tartalmakat, és én is az ülésemben látszik, hogy be vagyok feszülve, de szerintem a komoly dévet is meg kell lássátok, kell néha, hogy komolyan tudjunk beszélgetni is, és hát, ha építő jelleggel hatnak rátok az ilyen videók is. Iratkozzatok fel, írjatok kommentet, dobjatok egy lájkot, sziasztok!